Kezdjük a legalapvetőbb kérdéssel, hogy kik a nevelőszülők? Miért van rájuk szükség? Nevelőszülőkre azért van szükség, mert hogy van Magyarországon jelenleg 23-24 ezer olyan gyerek, akit nem tudnak a saját vérszerinti szüleik nevelni. Az, hogy miért nem, ennek nagyon sok oka van, lakhatási problémák, nevelési problémák, elhanyagolás. És a magyar állam a saját intézményrendszerein keresztül, az ő képviselőin keresztül, az ott esetben a gyermekjóléti szolgálatokon és a gyámhatóságon keresztül úgy látja, hogy ezeknek a gyerekeknek nincsen jó helyük a saját családjukban. És akkor emellé kell tenni azt, hogy rendben van, de akkor hol vannak jó helyen a gyerekek? Erre egyik megoldás a nevelőszülőség, a másik pedig a gyermekotthonok, lakásotthonok. A gyermekotthonok, lakásotthonok ugye olyan intézményi ellátások, amelyben együtt nevelkedik 8-12 gyerek, életkortól és problémától függően van ez a létszám, és ott gyerekcsoportok vannak, adott esetben egy-egy ottani helyi dolgozóval, egy-egy szülői mintával. Még a nevelőszülőknél családokban élnek a gyerekek, látják a családi mintát, ott van anya, apa, testvér, és egy teljesen más típusú társadalmi mintát látnak. Azért van rájuk szükség, hogy utána, amikor ők felnőttek lesznek, akkor ezt a mintát vigyék inkább tovább. 2016-ban fogalmazták meg azt a gondolatot, hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerekeket nevelőszülőkhöz kell tenni, pont azért, hogy minél inkább ezt a mintát tudják követni ők is. És mesélj egy kicsit nekem arról, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat, Máltai Családok Háza, nevelőszülői hálózat hogyan kapcsolódik be ebbe a rendszerbe? Mit érdemes tudni a nevelőszülői hálózatunkról? Ugye tavaly volt 25 éves a hálózatunk, ezt együtt ünnepeltük. Úgy válaszolnék a kérdés, hogy a mi hálózatunkat mi különbözteti meg a többitől, amit hallok, mert azért mostanában elég sokakkal beszélgettem, és azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, ami megkülönböztet minket, hogy mi őszintén igyekszünk velük a nevelőszülőkkel beszélni. Ez azt jelenti, és nem gondolom, hogy a többiek nem őszinték, csak mégis egy kicsit másképp beszélnek velük. Ez azt jelenti, hogy képzéstől kezdve, a 60 órás nevelőszülői képzéstől kezdve mi egy partneri viszonyt próbálunk velük kiépíteni, hogyha problémájuk van, akkor merjenek nekünk szólni. Ugyanis ha probléma van és nem szólnak, mire szólnának, addigra már akkora probléma, hogy már nem tudunk mi sem semmit sem csinálni, viszont ha időben jeleznek, mert azt látják, hogy mi partnerek vagyunk a megoldás keresésében, akkor még talán könnyű megoldást találni azokra a nehézségekre, amivel ők szembesülnek. Mikor kihelyezünk egy gyereket hozzájuk, mindig megkérdezzük őket, hogy milyen gyereket szeretnének, mi az, amit a családjuk most elbír. Mert nyilván az elején nyilatkoznak róla, hogy szőkekék szemű kislányt szeretnének, viszont ha van egy barna szemű, barna hajú kisfiú, azért mégiscsak be tud-e illeszkedni abba a családba. De most a viccet félretéve, hogy elbír-e mondjuk az a család mondjuk egy fogyatékossággal élő gyereket, vagy egy olyan gyereket, aki nagyon súlyos beteg, és mondjuk csak elengedni. Igen, vagy pusztán egy magatartászavarral küzdő gyereket elbírnak, vagy mi az, ami az adott helyzetben nekik most épp működik. Lehet, hogy vállaltak annó 2 vagy 3 gyereket, vagy azt mondták, hogy vállalnak 2 vagy 3 gyereket, de közben lehet, hogy a családban egy olyan változás történt, ami miatt most csak egyet tudnak vállalni úgy, hogy tényleg rá tudnak koncentrálni. És akkor a testvérsorokat az ő esetükben kizárjuk. Úgyhogy itt kezdődik az a partnerség, amivel együtt tudunk velük dolgozni. Folyamatosan mellettük vagyunk, és megpróbáljuk ezekben a helyzetekben segíteni. Mikor bajba kerülnek, tegnap volt legutóbb egy ilyen megbeszélés, egy ilyen beszélgetés a megyei tegyesszel, gyermekvédelmi gyámmal, nevelőszülővel, akkor is azon morfondíroztunk, hogy tudunk neki segíteni. Ő, hál' Istennek, ez a nevelőszülő időben szólt, hogy az a gyerek, akit kapott, az abban a családban nincs jó helye, a gyerek speciális szükséglete miatt nincs jó helye. Úgyhogy ezekben a helyzetekben próbálunk nekik segíteni. Ami szintén elő szokott fordulni a nevelőszülőknél, és erről is azért azt gondolom érdemes beszélni, az az örökbefogadási szándék, a nevelőszülők örökbefogadási szándéka. A nevelőszülők nem arra kötnek szerződést, hogy ők örökbefogadjanak gyerekeket. Ez sok helyen le van írva, meg sok ember elmondja, de azért az érthető emberi oldalról, hogyha kap valaki egy csecsemőt, hát azt szoktam a képzésen én is mondani, hogy a csecsemővel a kötődés kialakítás az körülbelül fél perc, amíg a nevelőszülő a karjába veszi a gyereket, és ott kész. És nyilván, mikor jön utána 3-4-5 év múlva határozat, hogy a gyerek örökbeadható, akkor az nem esik jól a nevelőszülőnek. Első körben jogszabály figyelembe véve azt kell mondjuk, hogy a nevelőszülő az arra szerződött velünk,
hogy kap egy gyereket, akit addig nevel, amíg vagy vissza nem kerül a családjába, vagy pedig örökbeadásra kerül sor. Ha most megnézzük a statisztikát, nyilván ez a kettő szám sokkal-sokkal kisebb, mint azok a gyerekek száma, akik aztán felnőnek nevelt gyerekként a családjukban, de alapvetően, ha kikerülnek a nevelt gyerekek a családból, akkor ez a két fő irány, hogy vagy hazakerül a vérszerinti családjához, vagy pedig örökbeadásra kerül a sor. Mind a kettővel vannak a nevelőszülőknek nehézségeik. Tehát a vérszerinti szülővel való kapcsolattartásnál azok a remegések, amik a nevelőszülőknél vannak, hogy úristen, hát, de hát ez hogy lehet, én odaadjam ennek a gyereket? Hát igen, mert ő a vérszerinti anyukája, apukája, nagymamája, testvére annak a gyereknek. Igen, neki az a családja. Úgyhogy oda kell adni. Az örökbefogadás pedig egy olyan végső elengedése a gyereknek, amivel szintén meg kell küzdeni a nevelőszülőnek. Ez egy gyász folyamat természetesen mind a két oldalról, de a rendszerben pont azért vannak kitalálva azok az eljárásrendek, hogy ez minél simábban menjen. És mondjuk ennek a feldolgozásában tud segíteni a hálózat? Tudnak segíteni a mentorok? Igen, a pszichológusunk is tud ebben segíteni, illetve egy darabig a nevelőszülő tanácsadó van mellette, és ha azt látja, hogy szüksége van más külső segítségre, akkor felajánlja a pszichológus segítségét. És természetesen az is előfordul, hogy maga a nevelőszülő mégiscsak örökbefogadó szülő tud lenni. Ezekben a helyzetekben mi mikor megbeszéljük a nevelőszülővel, hogy szeretné a gyereket örökbefogadni, végigbeszéljük vele azt, hogy miért van benne ez a szándék. Addig is végigkísértük már az ő útjukat, hogy ebben milyen olyan értelemszerűen érzelmi kapcsolódások vannak, ami miatt ezt emellé tudunk állni, mert vannak ilyenek, mikor azt látjuk, hogy a gyerek annyira ahhoz a családhoz nőtt, hogy neki az nagyon nagyot ártana, hogyha onnan kiemelnék és átvinnék egy másik családba, akármilyen szerető családba, és akkor ebben a helyzetben melléjük állunk. Úgyhogy azt gondolom, ezek azok a különbségek, amikben a többi hálózat közül kilógunk. És amit kérdeztél, hogy a sérült gyerekek kapcsán is, rengeteg sérült gyerek van a szakellátásban lévő gyerekek közül. Vannak értelmi fogyatékosok, testi fogyatékosok, illetve pszichiátriai betegek. A mi hálózatunkban pszichiátriai beteg, olyan, aki emiatt speciális ellátásra szorulónak minősül, nincsen. Előfordult nagy ritkán, de jellemzően nincsen. Viszont különleges szükségletű, tehát fogyatékkal élő gyerek, akár szellemi, akár testi fogyatékkal élő, az mindig is volt nálunk, és szerencsére mindig is voltak olyan nevelőszülőink, akik vállalták és szeretettel nevelték őket. És mit tud hozzátenni egy nevelőszülő mindennapjaihoz az, hogy nem a külső alsó haratjai nevelőszülői hálózat tagja, hanem hogy a Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatának a tagja? Ez egy kölcsönös, tehát hogy nem csak mi tudunk adni, hanem ők is adnak nekünk. Ez egy kölcsönös dolog, hiszen eleve olyan emberek jelentkeznek hozzánk, akik lelkületben közel érzik magukhoz a Máltai Szeretetszolgálatnak a lelkületét. Ebben van rögtön egy közös kapcsolódási pont, úgyhogy ezzel nem csak mi tehetünk, hogy nálunk vannak, hanem ők tehetnek, hogy minket kerestek meg, mert hogy valamiért így úgy amúgy, de szimpatikusak voltunk nekik. Valószínűleg pont azért, mert hogy nagyon az alapvető dolgokban hasonló az érték szemléletünk, hasonló gondolatok mentén élünk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden nevelőszülünk katolikus és buzgón napi áldozóként vesz részt a keresztény életben, de nyilván ez is benne van. Nagy többségének az életében benne van a keresztény életvitel és a keresztény gondolkodás. Még ha nem jár egyáltalán templomba, akkor is az az alapvetés benne van együtt, hogy egyházastárssal élem végig az életemet, vele vállalom a boldog pillanatokat, a nehéz pillanatokat, együtt döntünk arról, hogy nevel gyerek, a saját gyerekeink mellé vagy helyette nevel gyerekeket vállalunk, és együtt hozzuk meg ezeket a döntéseket. Amit mi tudunk adni még pluszban, azon felül, amit a jogszabály elvár, azok, amiket a szeretetszolgálat is a többi ellátottjának is meg tudja adni, legyen szó élelmiszercsomagról, legyen szó olyan támogatásról, amire az adott élethelyzetben szükségük van nekik, támogatjuk őket abban mondjuk, hogy egy külső szakembert tudjanak akár magukhoz, akár a gyerekhez fogadni. Ennek vagy azt megszervezzük, hogy eljusson a külső szakember hozzá, vagy ennek az anyagi oldalát tudjuk nekik biztosítani a hálózaton belül. A gyerekeknek olyan speciális szükségleteit támogatjuk, ami elsősorban anyagi támogatást jelent ez, ami viszont a nevelőszülői családoknak a mindennapjait könnyíti meg. Gondolok itt a szemüvegtől kezdve a pszichiáteren át bármi olyan támogatásra, amire szükségük van. Minden évben van minden nevelőszülő számára továbbképzésünk, és ezeket több településen tartjuk meg pont azért,
hogy minél többen el tudjanak jönni. Jogszabály szerint ez nekik kötelező, de nyilván, hogyha minden képzés Budapesten tartanánk, akkor mondjuk a miskolciak, a Baranya megyéből érkezők idővel mondnák, hogy hát nekem nem jó, én most nem érek rá, pont most van a gyerek ballagása, stb. Úgyhogy ezt úgy igyekezünk megszervezni az ország több pontján, a nevelőszülők lakhelye környékén, hogy minél többen el tudjanak jönni. És itt mindig olyan kérdésekről beszélünk, minden alkalommal külön a helyben lévő nevelőszülőkkel egyeztetve olyan problémákat járunk körül, ami az ő életükben épp aktuálisan jelen van. A kapcsolattartástól kezdve, a hogyan engedem el a gyereket, amikor felnő, hogyan engedem el a gyereket, ha örökbe adom, hogyan engedem haza a gyereket, hogyan engedem örökbe a gyereket. Szóval sok-sok-sokféle dolog van. Beszéltünk arról egy-egy film megnézése kapcsán, hogy a társadalmi megítélések, azok a skatulyák, amiben a társadalom többi tagja bezárja, akár a gyereket, akár a nevelőszülőt, abból ki lehet-e törni, hogy lehet kitörni. Volt olyan, amikor arról beszéltünk, hogy egy gyermek, fiatal felnőtt rájött arra, hogy ő a saját neméhez vonzódik. Ezt ő mint keresztény nevelőszülő, hogy tudja elfogadni, hogy tudja a családja számára elfogadtatni, hogy miben tudja ő segíteni a gyereket. Szóval sok-sokféle téma van, és ebben ráadásul úgy tudtunk beszélni ezekről a kényes témákról is, hogy nagy közösség, nagy plénum előtt, és együtt tudtunk ötletelni azon, hogy mi a megoldás. Nyilván nálunk mi sem tudjuk minden kérdésre a választ, tehát nem előadást kell elképzelni, mi elmondjuk, és akkor hát ezt így kell csinálni, hanem a nevelőszülők közösen, nevelőszülőkkel együtt közösen beszélgetünk, és akkor abból a beszélgetésből kijön egy közös tudás. Ez már így hallás után is tényleg nem csak egy hálózat, hanem közösség. Igyekszünk minél többet találkozni velük is, és főleg a gyerekekkel is mindemellett, mert a gyerekekkel meg számára meg ugye nyári táborokat szervezünk. Van, amikor kisebb létszámú ottalvos tábor van, amikor kisebb létszámú helyi nyári napközi jellegű tábort szervezünk, hogy ők is ismerjék egymást és tudjanak egymásra számítani. Az mindig érdekes megtapasztalni, hogy ők valahol érzik magukon azt a bélyeget, hogy hát én nevel gyerek vagyok, és mikor bejutnak egy olyan közösségbe, amikor mindenki nevel gyermek, tehát ők tök egyformák ebben, akkor azt ők hogy reagálják le? És hogy reagálják le? Először meglepődnek, de aztán rájönnek, hogy ez tulajdonképpen máshol is így van, és természetesnek veszik, és ez nekik hosszú távon segít abban, hogy feldolgozzák maguknak ezt a traumát, mert ez minden gyereknek trauma, ha 3 hónaposan került el otthonról, akkor is, meg hogyha 4 évesen, akkor is. És most a hálózatban több mint 100 nevelőszülői családotok van. Igen, 150 vannak, és közel 300 gyerek. Ősszel indítotok új nevelőszülői képzést. Ez ugye egybeesik egy szabályi változásnak az időszakával. Változik-e a képzés, illetve miből áll maga a nevelőszülői képzés? Tehát, hogy hogyan lehet megtanítani valakit szülőnek lenni? Ugye erre vannak vaskos könyvek, de hogy hogyan tanul meg az ember nevelőszülőnek lenni? A kiválasztási mód változik meg. Ijesztőnek hangzik először, igen, hogy most lesz még egy plusz pszichológiai alkalmassági vizsgálat. De közben meg teljesen érthető, hiszen gyerekek vannak rábízva emberekre, és azért nem mindegy, hogy ki az, aki. Igen, csak amikor azt mondják, hogy hú, hát akkor el kell menni, nem csak helyben, hanem föl kell utána még menni Miskolcról és Budapestre, és ott akkor majd egy pszichológusi társaság, szakpszichológusok tömkelege majd ott véleményt fog mondani. Ez azért mégis ijesztően hangzik. Ha azt is hozzátesszük, hogy ugye a helyes életvitelüket is fogják ellenőrizni, ez még ijesztőbben hangzik. De olyan szempontból semmi újdonság nincs, hogy eddig is nyilatkoznia kellett minden nevelőszülőnek arról, ki mikor nyilatkozott, hogy a DVT 15 vagy a 10 per A paragrafusában foglalt, halom BTK-ban felsorolt eseményben ő nem vett részt, sem ő, sem a vele együtt élő felnőtt hozzátartozók. Tulajdonképpen ezt fogják vizsgálni. Tehát nem csak egy bemondás alapján, hogy valaki, hanem valaki más ezt kontrollálja. De eddig is erkölcsi bizonyítványt kértünk, ugyanez gyakorlatilag. Tehát ebben semmilyen újdonság nincs, a forma megváltozott. A pszichológiai alkalmasságnál pedig azt gondolom, az egy olyan értelemben föl lehet fogni újdonságnak, hogy másféle teszteket is ki fognak tölteni. Ha ugyanazt a pszichológiai tesztet valaki kitölti harmadszorra, negyedszerre, 600 kérdésben álló tesztről van szó, már fogja unni, de tudni fogja, hogy milyen válaszokat fog beixelni. És innentől kezdve az ő őszintessége az csorbul. Itt lesznek új tesztek, új emberek, új helyzetek,
de a teszt lényege ugyanaz, hogy alkalmas-e. Nem az a cél, hogy megállapítsák minél több emberről, hogy alkalmatlan, hanem az a cél, hogy meglássák azt minél pontosabban, hogy melyik azok a területek, ahol adott esetben fejlődni kell, fejleszteni kell, és ez meg majd a részben a hálózatok feladata lesz ennek a kontrollja, ennek a figyelemmel kísérése. Maga a képzés az nem fog változni semmiben. Ugyanúgy a 60 órával indulunk, az első része a döntés előkészítő tréning, amikor megmutatjuk a különböző tréning gyakorlatokkal, hogy mi is a nevelőszülőség a mindennapokban, és a második része pedig a nevelőszülő képzés, amikor pedagógiai, jogszabályi, társadalmi képeket mutatunk a nevelőszülőségről, illetve nevelési ötleteket mondunk arra, hogy hogy lehet a gyerekekkel bánni. Semmelyik embert nem lehet megtanítani arra, hogy hogy legyen nevelőszülő, mert ők azért jelentkeznek, mert éreznek magukban egy olyan indítatást, hogy ők nevelőszülők legyenek. Mi nem tudjuk őket jobb nevelőszülőkké tenni. De azt a képzés folyamán el tudjuk mondani, hogy mire figyeljenek, milyen olyan hátulütői, milyen olyan nehézségei, örömei, bánatai vannak a nevelőszülőségnek, amire figyelni kell. Mert nyilván, aki jelentkezik nevelőszülőnek, az tudja, hogy egy olyan gyereket fog kapni, akit a saját családjából kiemeltek. Oké. De arról nem biztos, hogy tud, hogy mondjuk milyen a kapcsolattartás. Pedig az a gyerekek nagy többségénél van. És akkor ezt el kell neki mondani. Vagy nem tudja pontosan elmondani, hogy milyen juttatások járnak a nevelt gyerekekkel, és azt mire fordíthatja. És ezt elmondjuk neki. Úgyhogy ezelőtt nem lesz jobb nevelőszülő, csak több információja lesz a nevelőszülőségről. Az, hogy valaki bírja-e a nevelőszülőséggel járó terheket, az meg akkor fog úgyis kiderülni, amikor ő hozzá megérkezik az első gyerek. Ha ő jó nevelőszülő, akkor az gyerek ott fog nála maradni, oda fog kötődni, fel fogja tudni nevelni addig, ameddig annak a gyereknek ott kell lennie. Amennyiben ő, neki mégsem ez az útja, akkor az meg szintén nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy hiába érez magában indítatást, hiába van meg neki az a fizikai környezete, az a lelki ereje, hogy ő alkalmas legyen nevelőszülőnek, neki mégsem ez az útja. És ekkor a gyerek elkerül tőle, egy közös beszélgetést követően, olyan helyre visszük a gyereket, ami neki alkalmas, és ilyenkor ő mint magánember folytatja az életét. Sajnos ez is előfordul, de azért ritkán, mert szoktak minket szidni emiatt, és jó, hogy ez most így eszembe jutott, hogy a nevelőszülő képzésen miért nem mondunk jó példákat, hogy milyen, miért csak elrettentő dolgokat mondunk, hogy miért nehézség a nevelőszülő. Mondunk jó példákat is azért, de azért mondjuk el pont a nehézséget, és talán abból tényleg több van, amit elmondunk, hogy inkább ott ijesszük meg az embereket. És ha valaki azt mondja, hogy ezt mégsem akarom, akkor ne legyen neki sem egy kudarc élmény, meg pláne nem a gyereknek egy kudarc. És a gyereknek még egy trauma, hogy a saját családjából is el kellett jönni, most egy nevelőszülőtől is el kell menni. Igen. Azért az ő traumáikat segíteni, feldolgozni, még saját gyermeknél is nehéz egy-egy traumát feldolgozni, nem még, hogy egy olyan gyereknél, akit éppen csak most kezdesz el megismerni, éppen csak most kezdtek el. És mondjuk fél évenként egy-egy családváltás van az ő életében, hát az senkinek nem jó. A döntés előkésznek különben pont ezért ez a neve, hogy az képzésnek az első 28 órában akár a képzők, akár a hallgatók el tudják dönteni, hogy ezek után ők akarják-e folytatni. Emlékeim szerint eddig egy olyan ember volt, 10-15 képzésen vagyunk túl, egy képzési körben 15 ember van. Egy olyan ember volt, akinek közösen megbeszélés alapján azt mondtuk, hogy hát ezt engedjük el ezt a kérdést. Összes többi mindenki elvégezte a képzést, végig részt vett a képzésen, és a nagy többségük aktív nevelőszülő is lett, és megállt a helyét. Voltak olyan emberek, és azt gondolom, hogy ezt megértve az emberi oldal, de őket lebeszéltük már a tanfolyamról is. Önmagában az, hogy valakinek van egy szép élete, jó élete, példamutató élete, ő magát egy jó keresztény embernek tartja, ez kevés ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen. Kell egy olyan plusz motiváció, egy olyan belső indítatás, ami őt alkalmassá teszi arra, hogy ezeket a terheket ő elbírja. A saját gyerek is nagy teherre jár, de a nevelt gyerek egy picit többen. És ezért kell ez a plusz motiváció. A plusz motiváció sok mindent jelenthet. Tehát van, aki önmaga szakellátásban felnevekvő gyerek volt. Volt, aki gyermekotthonban nőtt föl, volt, aki nevelőszülőnél. Van, akinek ismerőse szakellátásban felnevelő gyerek, és ő onnan hallott valamit. Van, akinek a szülője volt, mikor ő már nagy volt, tehát nem élte meg, nem voltak neki ilyen értelemben vele együtt nevelkedő, nevelt testvérei,
de látta a családból, közeli hozzátartozótól, szülőtől, hogy milyen a nevel gyerek. Valakinek pedig tényleg annyi van, hogy az ő élete még elbír még egy ekkora terhet, és nem vállal annyit, mint ahány vérszerinti gyereke volt, egyet vagy kettőt vállal, de őket meg aztán boldogan föl tudja nevelni. De ezt neki kell tudnia. Úgyhogy ilyet én nem mondanék, hogy bárkinek ajánlom, nem ajánlom bárkinek. Nagyon-nagyon-nagyon alkalmasnak kell lenni annak az életkörülménynek, hogy valaki be tudja ezt vállalni, és sok áldozattal jár, ezt azért hozzá kell tenni. Ha csak arra gondolok, ami a nevelt gyerekek nagy többségénél megvan, az elején biztosan, a kapcsolattartás, ami havonta két szombatot jelent. Ez azt jelenti, hogy a saját családjával, akiktől el kellett szakadnia, ilyen-olyan-amolyan okokból, neki találkoznia kell, vagy lehet. Van egy lehetőség, a szülők, nagyszülők, testvérek, agynéni, nagybácsi, attól függ, hogy ki kérte meg, és ki kapta meg a kapcsolattartás jogát. Nekik joguk van arra, hogy találkozzanak, és a gyermekvédelmi törvény pedig előír, hogy a gyermeknek joga van megismerni a saját vérszerinti családját. És a nevelőszülő ebben a helyzetben a kapocs. Neki el kell vinnie. Nincs választási lehetősége, hogy elviszi a gyereket, vagy sem. Nyilván, ha a gyerek lázas beteg, akkor nem visszük el, de különben nincs más választási lehetősége. És igen, ez például a családi programoknak, a hétvégi családi programoknak egy jelentős részét felülírja. Ezért mondom, hogy egy plusz teher. Ez nem egy könnyebbség. És ez két hetente van két óra a délelőtt, és ebből fakadóan a kora délután rámegy. Ugyanakkor, attól függ, hogy milyen volt a vérszerinti rokonsággal a gyereknek a kapcsolata, már lehet, hogy csütörtöktől a gyerek izgul, hogy jaj, mi lesz, és ez lehet, hogy ez az izgulás eltart keddig. És akkor a következő hét vége, meg a hét az viszonylag nyugodtan telik, de aztán jön a következő kapcsolattartás, ahol csütörtökön megint kezdődik. Ez van erre is példa, ez gyerekfüggő, meg a vérszerinti rokonokkal való kapcsolat minőségétől függ, hogy milyen. Igen, mert ha jó volt, akkor azért rossz utána, hogy miért nem mehetek velük haza, ha meg rossz, akkor meg előtte is ez az izgulás, amit benne van egy a gyerekben a félelem, így van. De ha jó a kapcsolat, akkor is lehet konfliktus a vérszerinti szülőkkel, ami teljesen jó indulatból a vérszerinti szülőktől, hiszen végre találkoznak a szeretett gyerekkel, hoznak neki rántott húst, kólát, chipset, amit szemszájnak ingere, és elkezdik a gyerekbe tömni, mert félnek attól, hogy a gyerek majd a nevelőszülőnél nem kapja meg. És ezt meg föl kell vállalni, azt a minimális konfliktust, hogy nyugi, nem kell teletömni a gyereket, van otthon kaja, meg fogja ezt kapni, ez csak az övé lehet. Adott esetben azt a konfliktust is föl kell vállalni, hogy tök jó, hogy hoztatok kólát, de egy 3 éves gyereknek nem biztos, hogy való, úgyhogy légy szíves, ezt most tegyétek el. Szóval sokféle konfliktus lehetőség benne van ott is, és ezt föl kell vállalni a gyerek érdekében. És ezek nem kellemes dolgok, de ezek mondjuk az ilyen könnyű dolgok, ezek egy-két találkozás alkalmával lehet tisztázni, és onnantól kezdve pedig egy nyugodt kapcsolat van. És az például nagyon jó, hogyha a vérszerinti szülő és a nevelő szülő között egy olyan viszony alakul ki, amikor ezeket meg tudják beszélni. Ez az elején nem könnyű, soha nem könnyű, de utána meg megkönnyíti a helyzeteket, amikor egymással partnerként tudnak beszélni. Meg akár azt is, hogy ez a gyerek visszakerülhessen a saját vérszerinti családjába. Igen. Annak is, és utána a nevelőszülő is könnyen engedi vissza. Anélkül, hogy idegeskedni, hogy jaj, mi lesz szegény gyerekkel, hiszen én beletettem x év munkáját, hogy ebből kiemeljem, és most ide megy vissza. Igen, oda megy vissza, mert neki az az otthona. Igen. És jó is, hogy így fogalmaztál, hogy x év munkáját tettem bele, hiszen a nevelőszülőség az bármennyire is szép, meg hát szülőnek lenni csodálatos hivatás, de hogy ez egy munka. Igen. Ami fizetéssel jár, juttatással jár, a piszkos anyagiakról beszélvén. Nevelőszülőként milyen támogatást kapnak ahhoz, hogy ezt a gyereket azt úgy tudják ellátni, hogy egészségesen, biztonságos körülmények között nevelkedhessen? Mint mondtad, a nevelőszülőség munka, tehát kapnak érte a nevelőszülők fizetést. Ez egy jövedelemadóval, járulékkal terhelt, mint bármely más embernek a munkabére. Ezt a pénzt a nevelőszülő arra költi, amire akarja, ez a saját pénze. Kap egy másik összeget, amit a gyerekre kell fordítania, és ez viszont már ellenőrizhetően a gyerekre kell fordítania, ellátmány néven. Ez az, aminek az összege korábban a nyugdíjminimumhoz volt kötve, és most ezt a kormány tavaly évben először 50%-kal megemelte, most további 20%-ot tett hozzá, januárig visszamenőleg idén év közepén. Ez az összeg most már 66 ezer a minimum, amit meg fognak kapni így a nevelőszülők gyerekenként. Ezt az összeget a gyerekre kell költeni, ruházatra, étkeztetésre, különböző fejlesztő foglalkozásokra, kinek mire van szüksége,
ha már a gyereknek szüksége van oktatáshoz bérletre, akkor bérletre, zseppénzre, mindenre, amire a gyerek ellátásához szükséges, arra kell a nevelő szülő ezt a pénzt költse. És emellett természetesen megkapja a gyerek után a családi pótlékot. És a, mivel munkaviszony, ezért az is egy fontos dolog, hogy a gyerekek után járó adókedvezmény is megilleti őket. Tehát ha van saját gyermek is, meg nevel gyerek is, akkor a létszámban a nevel gyerek is beleszámít. Nem országos képzést hirdettek, hanem Budapest környékén, igaz? Igen, most Budapestről és Pest megyéből várjuk a nevelőszülők jelentkezését. Több itt Budapesten, vagy Pest megyében a nevelőszülővel váló gyerek, mint mondjuk, nem tudom én, Szabolcsban, vagy Baranyában? A jelzések alapján azt látjuk, hogy igen. Budapestről is sajnos, más megyére is igaz ez, de Budapesten is sajnos már a gyermekosztályokról telefonálnak, hogy a gyerekek születése után nincs, aki hazavigye a gyereket, hiszen abban a környezetben, ahol a vérszerinti szülő lakik, oda valamiért nem engedik, vagy a vérszerinti szülőben hagyta a kórházban a gyereket. Mivel nem mondott le róla, azért örökben nem tudják adni a gyereket, tehát egyértelműen a szakellátás. És Budapesten is már vannak olyan kórházi osztályok, ahol itt csecsemők vannak bent, és várnak arra, hogy valaki őket hazavigye. De nem csak csecsemőkről van szó természetesen. Tehát maga ez a ráutaló magatartás, hogy ő ott hagyja a gyermeket a kórházban, ez nem egyenlő ez azzal, nem hogy ő lemondott róla. Nem. És pláne, még ha meg is gondolná magát, ha le is mondott volna, akkor is még meggondolhatja magát 6 hétig, tehát hogy még az ott az időszakad, még az örökbeadás sem indulhat el amúgy sem. Úgyhogy vannak ilyen gyerekek, és természetesen nem csak csecsemők vannak, a kiajánlásodban azért rengeteg nagyobb gyerek szerepel, és azt látjuk, hogy Budapesten és Pest megyében most van egy olyan szükség a nevelőszülőkre, hiszen Budapesten ugye a magyar lakosságnak nagyjából a 20%-a él, Pest megyében meg még egy hasonló a sűrűség, tehát azért a közép-magyarországi régióban azért elég sokan laknak a magyar lakossághoz képest, és ezért pont ezért van itt szükség arra, hogy itt sok-sok nevelőszülő is legyen. És talán a jelzőrendszer is itt aktívabb lehet, mint vidéken? Valószínűleg ez is közrejátszik ebben, hogy a budapesti jelzőrendszer, meg a Pest megyei jelzőrendszer, tehát a gyermekületi szolgálatoknak a jelzőrendszere, bölcsődék, óvodák, iskolák aktívabban, erősebben jeleznek. Illetve hát az is, hogy itt mások a társadalmi igények. Tehát Budapesten a társadalmi igény az más, mint egy vidéki somogyi kis faluban, ahol tudják, hogy más típusú szolgáltatásokat tudnak elérni. Gondolok itt mondjuk egy fejlesztő pedagógus ellátásra, elérésre, egy pedagógiai szakszolgálathoz való eljutásnak a körülményeire. Budapesten ezt elvárás, hogy megtegyék. Vidéken én azt érzem, hogy kevésbé, hiszen tudják azokat a korlátokat, amik egy-egy településen még vannak, akár utazásban, akár a családoknak a anyagi terheit, amit ez jelenti, de a munkavállalásban is Budapesten sokkal könnyebb munkát vállalni, mint kisebb falvakban. Úgyhogy akkor Budapest és Pest környéke. Igen, innen várjuk most a nevelőszülők jelentkezését.